Servic. Spiridonnak a bejátszás, hogy kapta el Spiridon, és aztán őt hogy kapják el a debreceniek. Vércseként akaszkodnak rá. A debreceni védekezés Brade Alu lövi át. Pálinger indítás, Vértel rosszul jön, Triffa! Na ez az a figura, amit számtalanszor eladtak a győriek. Az első meccsen Vértel nagyszerűen játszik a mai napon. Spiridon ki a szélre Mravikovának, és ismét vezet az Eto 7-6-ra. Görvic, Mravikova, szép gól! Vértel, ez megint 2 perc lesz. Kicka, Vértel, Vértel tör be. Vértel, Vértel tör be, megadják a gólt. Pálinger, pedig a legjobbkor húz elő valami varázslatot a cilinderéből. Brade Alu pedig gólt lő, 10-7. Görvic lő át, kisről bepattan. Görvic és Hornyák, nagy labda, nagy labda! Nagyon nagy passz ez is, Spiridon pedig kihasználja. Görvic Vértet megállítja, Csáki megállítja, nem állítja meg! Nem állította meg! Nem állította meg! Nem állította meg! Mravikova szép gól, köténybe eltette, kis alatt. Kovacsics akciógólt szerez. Ott már nem lehet megállítani Amorimot. A második gólja. Görvic. Mravikova
megfogja őt Bulat. Amorim lehet a nyerő embere a Győrnek, ami a második félidőt illeti. Görvis pedig befejezi góllal a támadást. Amorim, aki pedig óriásit lő! Hú, mekkora gól volt ez, te jó ég! Spiridon labdát szerez Vértembet, és hárommal mehet, és megy is az Eto. Spiridon Bulat elképesztő. Kovacsics! Hú, mekkora gól volt ez, te jó ég! Amorim! Amorim lő elképesztő gólt! Szer Pálinger! Pedig a legjobbkor húz elő valami varázslatot a cilinderéből! Kevésbé féljek.